Megtelt a közösségi ház geszteljén december 12-én, ugyanis a helyi gondozási központban élők az intézmény dolgozóival együtt karácsonyi ünnepséget tartottak a településen élőknek. A műsorra rengeteget készültek, az előadás résztvevői minden apró részletre odafigyeltek. Az esemény gyertyafényes műsorral kezdődött. A lámpák lekapcsolódtak, a központ munkatársai pedig fekete ruhában vonultak a színpadra, égő gyertyával a kezükben, hogy a karácsonyi hangulatot a résztvevők szívébe varázsolhassák. Egy gyönyörű vers Gyökösi Endre karácsonyi imája hallatán szinte mindenki elérzékenyült, aki ellátogatott a művelődési házba. A költemény után megjelentek az angyalkák is, akik egyesével rövid ünnepi sorok után meggyújtották az adventi koszorú gyertyáit. Ezt követően az ünnepi előadásokból kihagyhatatlan betlehemezése került sor, ami a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik. A pásztorjáték során bemutatták a Szent Családot. Az ellátottak a régi idők ruháit magukra öltve, a gondozók kíséretével érkeztek a színpadra, majd közös, megható együttműködéssel idézték vissza és jelenlítették meg a megváltó eljövetelének napját. A Jézus születéséről szóló bibliai történet célja az volt, hogy a gesztelyiek közelebb kerüljenek lélekben a közelgő ünnepnaphoz. A betlehemezés közös szívhez szóló énekkel zárult. A műsor végén az intézmény vezetője Kónya Zoltánné a közelgő ünnepekről beszélt. Arról a tiszteletadásról, odaadásról, megbecsülésről és szeretetről, ami a gondozási központban nap mint nap jelen van. Kónya Zoltánné szerint hivatástudat és szeretet nélkül nem lehetne végezni azt a fajta munkát, amiben kollégái részt vesznek. A karácsonyi műsor végül nagy sikerrel zárult. A világ nagyon sok.